két soprogy van, bejöttünk a kisboltba, mert hogy bizony az is van, és családi vállalkozásban megy, ugye? Így van, igen, idestolom már 2,5 évtizede. Kérnék szépen egy kenyeret. Igen. Meg egy üdítőt. A legelső bejárat az itt volt. Uh-huh. Itt egy ajtó volt, amit a pályázatnak a keretein belül megszüntettünk, és kipülültünk egy eladótérre. A szokásos? Szokásos. Szokásos. Igen. És látom, hogy a kislány szedi össze, ahogy szokta, az elárusítóra? Persze, persze. Van olyan is, hogy pont elfogyott, vagy több kell, vagy valami, akkor hoznak. Itt található egy kasszapult, egy modern vadi új kasszarendszerrel. Ami akkor eszközbeszerzés? Eszközbeszerzés, igen, aha. Ez nagyon-nagyon megkönnyíti a munkánkat, így a vevőinket is sokkal hamarabb tudjuk kiszolgálni. Ez egy hulladékbálázó gép, és körülbelül egy-két heti hulladékunk az egy-két-három bálába bele is fér. Egy nagyon drága gép, és igazából önerőből 100%-ig biztos vagyok benne, hogy ezt nem tudtuk volna megvalósítani. Eddig ugye ezekkel a lömlesztett fogyasztókkal tudtuk kiszolgálni a vevőinket, amivel sokszor elvesztek a termékek, vagy egymásra lettek pakolva. Nagy fejtörést okozott, hogy a pályázat keretein belül lehetőségünk volt megvásárolni ezt a három nagyon-nagyon nagy hűtőt és nagyon drága hűtőt. Ezt önerőből nem tudtuk volna megcsinálni. Ezek energiatakarékosak, tágasak, modernek, sokkal-sokkal szélesebb a termékkínálatunk, átláthatók. Üvegen keresztül is, azáltal nem pocsékoljuk az energiát azzal, hogy sokáig tartjuk nyitva az ajtót. Nagyobb a termékkínálat, ha jól értem. Igen. Én preferálom azt jobban, hogy egy ilyen kis településen is azért megmutassuk, hogy létezik egy tudatosabb vásárlás. Uh-huh. Igyekszünk azoknak a kedvében járni, akik odafigyelnek arra, hogy mit esznek, hogy az laktózmentes legyen, hogy az gluténmentes legyen, ezekből a termékekből és egyre szélesebb perspektívával tudjuk kiszolgálni viszik a vevőinket. Viszik tehát, igen, hál' Istennek. Nagyon sok fiatal költözik ide, kisgyermekesek, új családok költöznek, építkeznek, vesznek házat, telepednek a két soponyon. Úgyhogy nekik is sokkal fontosabb az, hogy mit adnak ugye a gyermekeiknek. Mondtad, hogy nagyon megkönnyíti azt, hogy nem késsel vakostok, már vannak szeletek. Hál' Istennek ezzel az eszközzel is tudtunk bővülni. Sok felvágottat adunk el szerencsére, úgyhogy van rá igény. Jobb az mindenkinek, hogyha gyors és pontos a kiszolgálás. Igazából ugye a te családod is gyakorlatilag erre a vállalkozásra épül. Ez a program lehetőséget biztosít nekünk arra, hogy nagyot merjünk álmodni, hogy ne csak egy bolt legyünk, ne csak terméket adjunk el pénzért vásárlóknak, hanem értéket is teremtsünk. A pályázat keretein belül lehetőség van egy olyan vállalásra, ami a közösségi tér megvalósítását teszi lehetővé. Az értékeinket át tudjuk nekik adni, főző tanfolyamot vagy kis tudatosságra neveltetést, egy social media használatot mondjuk egy idősebb korosztálynak, lennének élőkoncertek, lennének kiállítások, és lennének oktatások részletre, festészetre, rajzolásra.